Fölényes győzelemmel nyerte az ukrán elnökválasztás második fordulóját Volodymyr Zelenszkij múlt vasárnap. A szavazatok több mint 70%-át megszerezte, egy megyét leszámítva mindenhol Zelenszkij nyert. Kárpátalja megyében például több mint 80%-át kapta a voksoknak. Az április 21-i választáson 18,5 millió választópolgár vett részt, nem sokkal kevesebben, mint a március 31-i első fordulón, akkor 18,9 millió volt a résztvevők száma. A kárpátaljai magyarok bizakodva fogadták az eredményt, ennek megfelelően a magyar állam is bizakodó az új elnök személyével kapcsolatban, mondta Lezsák Sándor az ukrán-magyar kerekasztal beszélgetésen Nyíregyházán. Az országgyűlés alelnöke azt is hozzátette, hazánk új tárgyalásokat kezdeményez a határon túli magyaroknak is megfelelő nyelvtörvény érdekében, valamint bíznak abban is, hogy az új elnök sürgeti majd a korrupció felszámolását. Több évtizedes kudarc, meg sikertelenség után most újra fölcsillant a remény, hogy talán mégis itt a szomszédban, Kárpátalján magyarok sorsa jobbra fordul, és lesz egy tisztességes európai nyelvtörvény, és egyáltalán Ukrajna új pályára lép, egy fejlődés előtt állhat. Hogy mi fog történni, ezt a következő hetek, hónapok döntik el, és Orbán Viktor miniszterelnök úr, Áder János köztársasági elnök úr levele, gratuláló levele, az több mint udvariasság, abban is ott van a remény. A népi diplomácia eddig is működött a családok és rokonok szempontjából a két ország között. A megfelelő nemzetközi kapcsolatok azonban elengedhetetlenek Ukrajna gazdasági fejlődéséhez. Az ukrán nyelvtörvényt tavaly elfogadták, ami kimondja, hogy Ukrajnában az egyetlen állami és hivatalos nyelv az ukrán, azonban a nemzeti kisebbségek érdekében a Velencei Bizottság több ajánlást is megfogalmazott, amit az ország érvényesít. Ezt Ukrajna budapesti nagykövete mondta Nyíregyházán. Azt is hozzátette, Magyarország a jövőben is fontos partnere lesz Ukrajnának. Én arról számítok, és biztos is vagyok ebben, amennyiben mindkét elnök jelölt korábban is, és erről beszélt, hogy Ukrajnának az Európai Unió és NATO tagsága mint legfontosabb feladatai célja maradt, és ugyanúgy, hogy az egy területi egység visszaállítása az orosz agresszió elleni harcban a legfontosabb feladatok. Ebből a szempontból Magyarország is nagyon fontos partnerünk maradt, mint a szomszédos ország is, mint a NATO, míg az Európai Unió tagja. Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között évtizedek óta jó a kapcsolat, ezt uniós programokon keresztül próbálják fejleszteni. Ezt Sesták Oszkár közgyűlési elnök hangsúlyozta. Ennek egyik kiemelt eredménye, hogy létrejött az Európai Unió első olyan európai területi társulása, amelynek tagja egy unión kívüli ország is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács és Kisvárda önkormányzata 2015-ben írta alá a Tisza ETT alapító dokumentumát. Nagyon sok a bizonytalansági tényező, nem igazán ismerjük az új elnöknek a programját, de mindenféleképpen valamilyen változás sejtett, vagy változás reményét jelenti számunkra. Gondolok elsősorban a nyelvtörvényre, ami nagyon hátrányosan érinti az ukrajnai, kárpátaljai magyar nemzeti közösséget. Ebben várunk elsősorban változást, illetve hát abban, hogy sikerül rendeznie Ukrajnának a már 5 éve tartó háborús konfliktust Oroszországgal. A Nyíregyházi Egyetem Kelet- és Közép-Európai Kutatóközpontja 2009 óta működik. Több konferenciát is szerveztek már a régióval kapcsolatban. Az oktatási intézményben 1992-ben indult az ukrán és ruszin tanszék. Az egyre csökkenő létszám miatt azonban 2013-ban megszűnt. Az ukrán-magyar kapcsolatok nyelvi és kulturális fejlesztése érdekében a megjelent igények miatt 2017-ben újraindították a tanszéket.